Vállalom, mondta nagyon határozottan és nagyon egyszerűen Dúró Dóra 2018. június 23-án itt egy 50-60 méterrel arrébb, akkor az azt jelentette, hogy megtartja a mandátumát és folytatja a nemzeti oldalon való küzdelmet. Most azóta kiderült, hogy ez egy eléggé jó döntésnek bizonyult, sikerült a Mi Hazánknak bejutni a parlamentbe, Dúró Dóra azóta a párt elnök helyettese lett, és sőt, mint több az országgyűlés alelnöke is. Azért szeretnék még egy tapsot kérni, mert ez önöknek jár, mert veletek sikerült, önöknek köszönhető ez. A témára pedig rákanyarodva a családokról fogunk beszélgetni. Dúró Dóráról ugye köztudott, hogy 4 gyerekes anyuka, és ő volt az, aki hát nemes egyszerűséggel fogta és ledarálta az LMBTQ propagandát hirdető könyvet. Néhány héttel azután, hogy a kedves férje kidobta a kukába az LMBTQ zászlót. Úgyhogy én ezzel a felütéssel szeretném átadni a szót neked, Dóri, hogy mondj egy pár gondolatot a családokat fenyegető lobbiról. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a 19. Magyar Szigeten. Ez egy óriási eredmény önmagában, hogy 19. alkalommal is megrendezi a Nemzeti Oldal ezt a fesztivált. Ha végig tekintünk azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt 19 évben a nemzeti radikális oldallal, pártok jöttek, mentek, de mi még mindig itt vagyunk, és ezt a szellemiséget sikerült fenntartani, ez önmagában egy óriási eredmény, és annak köszönhető, hogy azokat az értékeket, amilyen a család is, azokat valóban igyekszünk megőrizni. Mert itt valójában az egész LMBTQ lobby az nem arról szól, hogy kinek milyen jogai vannak, meg ki házasodhat, meg ki nem házasodhat, vagy ki fogadhat örökbe gyereket, vagy ki nem fogadhat örökbe gyereket, hanem az egész egy identitás kérdés. Honnan tudjuk mi azt magunkról, hogy kik vagyunk? Onnan tudjuk, hogy melyik közösséghez tartozunk. Mi keresztények vagyunk, hiszen így kereszteltek meg minket, Jézus Krisztus követői vagyunk, és ez jelent valamit, jelent egy hitet, jelent egy vallást, jelent ünnepeket, jelent egy normarendszert, ami alapján mi kialakítjuk az életünket. És honnan tudjuk még, hogy kik vagyunk? Tudjuk azt, hogy magyarok vagyunk. Ez is ugye jelent valamit, jelent egy közös eredetet, jelent egy közös nyelvet, egy közös országot, egy nemzetet, egy összetartozást, és a mi identitásunknak az alapja. És még valami van, ami alapvetően meghatározza azt a kérdést, hogy kik vagyunk, ez pedig a családunk, hogy van mindegyikünknek, akik világra jöttünk, van egy édesanyja és van egy édesapja, mert egyébként ugye a biológiai törvények alapján sem tudtunk volna megfogadni, aztán megszületni, és világra jönni, egyáltalán élni. Tehát az alapvető identitásunkat akarják megkérdőjelezni, ezt akarják elvenni, amikor kitalálják, hogy mindenféle alternatív együttélési forma is családot jelent. Nem, az nem jelent családot. És ahhoz, hogy a gyerekeink világosan lássák azt, hogy ők kicsodák, és hogy ők hová tartoznak, ahhoz nekik nagyon nagy szükségük van ezekre a támpontokra, és nekünk a gyereknevelésben is egyébként mindennapi szinten látjuk, amikor a gyerekeknek elmagyarázunk valami újdonságot, hogy nekik ahhoz, hogy az életben egyáltalán el tudjanak igazodni, milyen nagy szükségük van arra, hogy tudják, hogy mit jelent az, hogy család. És nekik tudniuk kell ezeknek a szavaknak a jelentését, ezeknek a szavaknak a tartalmát. És hogyha nem csak az LMBTQ lobbira gondolunk, hanem ha már itt a miniszterelnök is kevert fajú nemzetekről beszélt, akkor veszem én is a bátorságot, és egy picit meglovagolom ezt a témát is, mert a család és a nemzet elleni támadás valójában a bevándorlás, és látjuk azt, hogy ami Brüsszelben, illetve az amerikai Egyesült Államokban zajlik, az a fertő, az gyakorlatilag ezeket az alapértékeinket akarja elvenni, és ezeket az identitásunk legmélyét, legbelső magját adó fogalmakat akarja szétfeszíteni és kiüresíteni, hogy a végén aztán ne tudjuk mi magunk sem azt, hogy kik is vagyunk valójában. És igen, a bevándorlás, az LMBTQ lobby, ez mind-mind arról szól, hogy megszűnjön a mai értelmében és az elmúlt évszázadokban értelmezett értelmében a család, a nemzet, a kereszténység, mert ez szerintük ez az, ami veszélyes, és ez az, amit el akarnak tőlünk venni. Tehát itt nem arról van szó, hogy a szerelem az szerelem, meg a család az család, hanem egy kőkemény ideológiáról van szó. Nem homoszexualitásról kell beszélnünk, hanem homoszexualizmusról, mert ez az, ami a hétköznapokban egyébként begyűrűzött, főleg a fiatal nemzedéknek a gondolkodásába. Ezt nagyon megdöbbenve tapasztaltam, most a nyáron más fesztiválokon is, illetve különböző parlamenti rendezvényeken is, amikor fiatalokkal találkoztam, hogy őnekik mennyire sikerült már most ennek a nyugatról jövő ideológiának az agyukat átmosni. Van egy parlamenti különóra elnevezésű rendezvény, ami arról szól, hogy egy napig különböző középiskolai osztályok bejönnek az országházba, és különböző olyan programokon vesznek részt, amelyeken keresztül megismerik az országgyűlésnek a működését. És ennek egy része az, hogy egy-egy képviselő előadást tarthat ezeknek a gyerekeknek. És én voltam körülbelül 100 fiatal előtt, beszéltem a képviselői munkáról, és a végén kérdéseket tehettek fel. A leggyakoribb, a legfontosabb és a legnagyobb indulatokat kiváltó kérdés a részükről az LMBTQ emberek esélyegyenlősége volt. És ez valami egészen döbbenetes, hogy az ő gondolkodásukban, azokon a csatornákon, amiket ők néznek, olvasnak és amit fogyasztanak, teljesen úgy jön le, hogy Magyarország egy elmaradott, középkorias, szinte ciki ország, amelyik nem elég modern, és nem tart a fejlődő nyugattal ebben a kérdésben, sőt, megbélyegzi ezeket az LMBTQ közösséghez tartozó embereket. És én igyekeztem azért felhívni nekik is a figyelmüket, és minden egyes alkalommal, amikor mondjuk nem Mi Hazánkos közönség előtt beszélek, vagy nem a Magyar Sziget közönség előtt beszélek, hogy ez egy elképesztő félretájékoztatás, amiben ők élnek, és egy elképesztő értékrendi elcsúszás, hogy ő szerintük ez a legfontosabb kérdés Magyarországon. És most nem is szeretném felvázolni azt, hogy mi vár ránk gazdasági, energiapolitikai értelemben a következő fél évben, de hogy tényleg itt háború van a szomszédos országunk területén, most szűkítik a rezsicsökkentést, most már a mai kormányinfó bejelentése alapján ugye már a hatósági áras benzin sem lesz mindenkire érvényes, tehát egy csomó minden gazdasági következményét érezzük meg annak, ami a világban zajlik. Emellett van egy nagyon brutális demográfiai vészkorszak, amit Magyarország már 42. éve nyög, és szintén a családpolitikához hozzátartozik, amelyik ténylegesen a legfontosabb problémája a nemzetünknek. Ebből nem tudunk kilábalni, akármilyen kormány van, akármilyen rendszer van az elmúlt 42 évben, és őnekik az a legfontosabb, hogy az az 1%-nyi LMBTQ ember, az miért nem tud gyereket örökbe fogadni. Tehát ez mutatja azt, hogy milyen óriási küldetése és felelőssége van a mi közösségünknek, mert az, hogy a jövő nemzedéke, a most 10-20-as éveikben járó fiatalok ebben nőnek bele, hogy ez ömlik a tévéből, a rádióból, a csapból, a közösségi médiából, és ők közöttük, egymás között ez a beszédtéma, és láttam rajtuk őszintén, hogy ők ez az az ügy, ami miatt ők őszintén fel tudnak háborodni, ez katasztrofális következményekkel fog járni. Tehát őnekik azzal kellene foglalkozni, hogy hogyan tudják a saját életüket elkezdeni, hogyan tudják azokat a feltételeket megteremteni, ami az ő hazai boldogulásukat elősegíti. Ehhez képest azzal foglalkoznak, hogy nem tudom, a 68 féle nemből Magyarországon hányat ismernek el. Szóval egészen döbbenetes az, hogy a társadalomban már most is, és még Magyarországon is, ahol ténylegesen született mondjuk egy ilyen jogszabály, amely igyekszik gátat vetni ezen propaganda terjesztésének, de még nálunk is olyan mélytej mérgezi meg a fiatalok gondolkodását, ami miatt nekünk óriási feladatunk van, és senki ne gondolja úgy, hogy ezt a harcot, azzal, hogy ezt a jogszabályt mondjuk elfogadta az országgyűlés, mi ezt a harcot befejeztük, és itt erre az egészre pontot tehetünk, mert nem. A hétköznapjainkban ez ugyanúgy ott van, ahogyan egyébként mondjuk a nemzettudat megerősítésének kellene, hogy ott legyen. Azt mondtad, hogy a fiatalok úgy látják, hogy Magyarország egy elmaradott ország, és nem halad a fejlődő nyugattal az LMBTQ jogok tekintetében. Hát szerintem ez nem igaz, ez hazugság. Haladunk a fejlődő nyugattal az LMBTQ jogok tekintetében. 10 000 őrült vonult végig a parlament előtt, a nemzettemplom előtt, zavartalanul. Egyetlen egy molinót lehetett látni, a vármegyések tiltakoztak, de hát ez egy fölfeszített molinó volt, tehát nem volt annak reális esély, hogy az Orbán kormány 12. évében ezt, vagy 13. ezt ne lehessen megtenni. Zavartalanul meg lehetett tenni. Említetted a jogszabályt is. Akkor ér valamit, hogyha van kikényszerítő erő. Büntető feljelentést tett a Mi Hazánk politikusa a tavalyi Pécs Pride kapcsán, Lantos János, hogy a gyerekeket ugye kivitték erre a szörnyedelmes rendezvényre, ez árt a fejlődésüknek, és a rendőrség azt mondta, hogy oké, csak nincs hozzá büntetési tétel rendelve, nem tudjuk szankcionálni. Mi az, amit a Mi Hazánk csinálna, hogyan küzdöttek az LMBTQ lobby ellen? Hát e tekintetben zéró toleranciát kellene alkalmazni. Tehát nincsen középút ebben a kérdésben. Vagy megvédjük a gyerekeinket, vagy nem védjük meg a gyerekeinket. Nem lehet azt, hogy bizonyos csatornákon megvédjük őket, de más csatornákon meg megengedjük, hogy mossák az agyukat. Mert most sajnos ez zajlik, hogy hoztak egy jogszabályt, ami bizonyos dolgokra érvényes, de ahogyan említetted, Dani, a felvonulásokat zavartalanul tudják tartani. Az is nekünk volt köszönhető egyébként, hogy az Andrássy úton, ami egy szimbolikus, sajnos, hogy szimbolikus helyszíne ennek a vonulásnak, azt idén lefoglaltuk előlük, és igen, nem azért, és bevallottan nem azért, hogy mi szeretnénk ott rendezvényt tartani, hanem azért, hogy egyrészt ők ne legyenek ott, másrészt azon a napon az Andrássy út az legyen a magyar családoké, és ők tölthessék el ott a szabadidejüket, hogyha szeretnék, ne pedig ez az aberrált lobby. Az is mutatja egyébként, hogy mennyire nem egy elnyomott kisebbségről van szó, hogy döbbenetes nemzetközi háttértámogatása van például a Budapest Pride-nak. Én nem tudok mondani egy másik olyan rendezvényt Magyarországon, ami mellett annyi külföldi nagykövetség kiállna, és annyi külföldi nagykövetség a támogatásáról biztosítaná. Ez engem magyar emberként sért, már elnézést kérek. Magyarországnak nem a legfontosabb eseménye a Budapest Pride, és hogyha valamilyen nagykövet Magyarországon tölti be az ő tisztségét, akkor legyen azzal tisztába, hogy ő neki nem a Budapest Pride-ot kell a támogatásáról biztosítani, hanem mondjuk az államalapítás alkalmával kell köszöntenie a magyar embereket. De nem ezt teszik. És még egy, ami szintén mutatja azt, hogy mekkora lobbyerő, sőt, kimondhatjuk, a világ legerősebb lobbyjáról beszélünk, a cégvezetők. Nincs még egy olyan rendezvény, amit ennyi multinacionális óriás vállalat a támogatásáról biztosítana, sőt, külföldön már vannak olyanok, például az IKEA-ban ugye kirúgtak egy munkavállalót azért, mert szerintük valamifajta homofób viccet vagy megjegyzést tett. Tehát egészen elképesztő, döbbenetes, hogy az általuk egyébként annyira gyakran hangoztatott szabadságjogokat, meg a szabad véleménynyilvánítás jogát, ők nem tűrik meg a másik oldal részéről, hanem még az állását is elveszíti az, aki mondjuk ilyen homofób viccet enged meg magának. Bár érdekes volt olvasgatni most a Momentumban ezt a belharcot, nem tudom, hogy mennyire került el az önök figyelmét, az újpesti Momentumos polgármester kiírt Facebookra szintén egy ilyen viccet, amivel kapcsolatban a saját pártelnöke elhatárolódott tőle, és a Cseh Katalin európai parlamenti képviselő pedig azt mondta, hogy hát reméli, hogy ő együtt fog majd vonulni a Pride-on Déri Tiborral, és ez nem így történt, tehát az újpesti Momentumos polgármester nem ment el a Pride-ra, annak ellenére, hogy a Momentum vezetése természetesen elment, sőt az EFOT-on, ugye az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóján a Momentum ifjúsági szervezetének a sátrán egy szivárványszínű momentumos zászló lobogott végig az egész rendezvényen. Tehát ez is mutatja, hogy kiket képvisel a Momentum, és hogy kik azok, akik számíthatnak az ő támogatásukra. Más kérdés persze, hogy ebből aztán nemzetstratégiai előrelépése Magyarországnak egyáltalán nem lesz. Tehát ezt a felvonulást is be kellene tiltani, és ezt az egész őrületet, ami Nyugat-Európából gyűrűzik be ide, ezt vissza kell szorítani, amennyire csak lehet, és ettől meg kell védeni a következő nemzedéket és a gondolkodásukat. Szolgálati közlemény, Cseh Katalin ott volt a Budapest Pride-on végül, és édes hármasban vonultak Kuhalmi Ágnessel és Jánbor Andrással. Ez egy nagyon szép látvány volt ezen a felvonuláson. De rátérve a komolyabb háttér dolgokra, hoppá, már majdnem, most persze nem a háttértársaságról beszélek, akik az egyik legnagyobb támogatói ennek. Érdekes módon sem a háttértársaság, sem a társaság a szabadságjogokért, és semmilyen jogvédő szervezet nem tiltakozott akkor, amikor oltottakat és oltatlanokat különböztettek meg. Őket ez nem érdekelte, szabadságra mentek, nem foglalkoztak vele. Az LMBTQ jogok tekintetében mindig kiállnak, és proaktívan próbálják érzékenyíteni a társadalmat. Annyit érdemes még hozzátenni, hogy a nagy multicégek és egész nemzetközi hálózatok armadája, sora állt be a lobby mögé. Tehát tulajdonképpen én nem láttam olyan világmárkát, vagy olyan magyarországi bankot akár, akik ne vonultak volna föl a Budapest Pride-on. Rátérve a családokra, mit lehet kezdeni azzal, hogyha tehát a gyerekeket hogyan lehet az érzékenyítéstől megvédeni, mert az persze rendben van, hogy ők olyan nevelést kell nekik adni, meg mesét kell olvasni, ezek világosak, meg ezek érthetőek, de hát csak van nekik is egy okos telefonjuk, ők is csak be fogják kapcsolni a FIFA-t, ahol azt látják, hogy az LMBT szivárványos zászlós, mindent, hogy nagyon nehéz ezt a védőburkot megképezni. Ehhez kellene egy nagyon tudatos kultúrpolitikai stratégia a kormány részéről, ami egész egyszerűen elmaradt az elmúlt 12 évben. És elég csak a filmgyártásra gondolnunk, hogyha megnézzük, hogy 12 évnyi kétharmados kormányzás után gyakorlatilag nem készült olyan történelmi magyar film, amely hogyha megnéznének a fiatalok mondjuk a moziban, akkor azzal az érzéssel jönnének ki, hogy de jó magyarnak lenni. Nincsen ilyenünk, és ez történelmi bűne a mostani kormányzatnak, de a most készülő filmek közül is az egyiket egy olyan férfi rendezi, aki a korábbi sorozatával kapcsolatban maga mondta el, hogy ő büszke arra, hogy ez a sorozat az LMBTQ jogokért tett egyik legfontosabb lépés és érzékenyítés, és a feleségének a Facebook profilképe körül szintén szivárványos zászló van, és az van odaírva, hogy a család az család. Tehát ez a fideszes kétharmadnak a kultúrpolitikája, hogy minden idők legnagyobb költségvetésű magyar filmjét rendezheti meg ez az úriember. Tehát miközben a kormány szavakban nagyon erősen ezt képviseli, hogy ő a családok pártjánál és megállítja az LMBTQ lobbit, addig a lóvét azért tolják ennek a holdudvarnak szépen a kulturális csatornákon keresztül. Tehát ez lenne az egyik lépés nyilván, a másik pedig az az oktatásban rejlik, hogy a nemzettudatot, a családhoz való tartozást, a valódi értékeket, azt megtanulják, megismerjék az iskolában a gyerekek, és nem csak Romániában hazudnak sajnos a magyar történelemről, hanem Magyarországon is. Tehát az a fajta kulturális és oktatási rendszerváltás, aminek 2010-ben meg kellett volna történnie, és ami egyébként akkor nagyon sok jobboldali ember szavazott, és nagyon sok jobboldali ember remélte azt, hogy kétharmados többsége van a Fidesznek, akkor még volt egy nagyon erős jobbik is az országgyűlésben, tehát a parlamenti képviselőknek a 4/5-e az nemzeti elkötelezettségűnek vallotta magát, ehhez képest a kultúra területén semmi nem történt. Nem léptünk előre, sőt, elvesztegettünk 12 évet, és ezeknek a közösségi média felületeknek a hatása pedig a fiatalokra többszörösére nőtt. Tehát 2010-ben még nagyon gyerekcipőben jártak ezek a felületek, most meg már gyakorlatilag ez az elsődleges információszerző forrása a magyar fiataloknak. Nyilván ezt úgy lehetne, és úgy lehet kiküszöbölni, hogyha létrehozunk egy olyan közösségi média felületet, ami versenyképes tud lenni a funkcióit tekintve ezekkel az óriás vállalatokkal, de a tartalmát tekintve csak a normalitás jelenik meg rajta, és nem az agymosás. És ez az, ami egyébként túlmutat egy pártnak a lehetőségein, legalább egy állam, de lehetőség szerint több állam összefogására lenne szükség ehhez, mert egyébként nem csak az LMBTQ tartalom miatt mondom ezt, hanem az itt ülők előtt nyilvánvalóan teljesen ismert, hogy milyen cenzúra uralkodik ezeken a közösségi felületeken. Elég Donald Trumpra gondolni, aki Amerika elnöke volt, és mégis egyik pillanatról másikra gyakorlatilag kinyírták a közösségi média felületeit. Tehát ez egy világszerte tapasztalható tendencia, hogy ezeket az LMBTQ lobbival és különböző más, ugye cigányságról sem lehet beszélni a Facebookon, és nagyon sok minden másról sem, tehát ezeket tabu témákat feszegető politikusoknak az oldalait ugye cenzúrával büntetik ezek a felületek. Fölhoztad a cigányságot, és az jutott eszembe, hogy nálunk normális embereken kívül, akik itt ülnek, nálunk még van egy olyan jó körülhatárolható csoport, akik még nálunk is jobban elutasítják az LMBTQ lobbit. Egyébként ez paradox módon pontosan a cigányság. Ők még jobban utálják ezt a deviáns propagandát, mint mi. Azért, mert rájöttek arra ösztönösen, ha már itt ugye Orbán Viktor is fajkeveredésről beszélt, rájöttek arra ösztönösen, hogy az az egyetlen egy esélyük, hogyha sikerül saját magukat fönntartani, reprodukálni, és hogyha egyáltalán képesek arra, hogy fönt tartsák a saját maguknak a kultúráját, hogy egyáltalán legyenek annyian. Most azt mondta a miniszterelnök, hogy 4 gyermekvállása szükséges ahhoz, hogy konzerváljuk a mostani állapotot. Tehát, hogy ennél rosszabb már ne legyen, de akkor még mindig nem beszéltünk fordulatról. Mi kellene ehhez? Van egy nagyon bölcs mondása Márton Áron püspöknek, aki Erdély elvesztéséről azt mondta, hogy Erdélyt azok a magyar anyák veszítették el, akik nem szültek, és azok a román anyák nyerték meg, akik szültek. És ugyanezt a tendenciát láthattuk egyébként a közelmúltban itt a Balkánon lezajlani, Koszovó esetében. És nem véletlenül beszél arról a Mi Hazánk, hogy ez a legfontosabb probléma. Lehet, hogy sokkal, népszerűbb lenne azt mondani, hogy az alacsony bérek a legfontosabb, vagy a legnagyobb probléma, vagy a megélhetés költségei a legfontosabb probléma, vagy az a legnagyobb probléma, hogy az állami dolgozók nagyon keveset keresnek, vagy a kivándorlás a legnagyobb probléma, de nem. Tehát, hogyha mi nem népszerűséget akarunk hajhászni, hanem tényleg a nemzetünket akarjuk megmenteni, akkor nekünk, politikusoknak kutya kötelességünk arról beszélni, ami ténylegesen megmenti a mi nemzetünket. És ez valóban így van. A 10 milliós lélekszámú magyarság fenntartása mára gyakorlatilag lehetetlen. A 44 éves nőknek a száma durván 90 000 Magyarországon, a 24 éves nőknek, tehát 20 évvel fiatalabb nőknek a száma az 50 000 sincsen, tehát 20 év alatt durván felére csökkent a szülőképes korú nőknek a száma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogyha a 44 éves nők korosztályában azt mondjuk, hogy 2,1 gyermek vállalása jelenti azt, hogy ismét gyarapodik a nemzet lélekszáma, akkor a fele ennyi nő van, akkor nekik nem 2,1 gyermeket kell szülniük, hanem kétszer annyit lényegében, ugye 4-et ahhoz, hogy fenntartsuk a 10 millió fős magyarságot. Orbán Viktor, amikor az előző választást megnyerte a Fidesz, tehát 18-ban, utána emlékszem a legelső parlamenti beszédére, amikor bejelentette a családvédelmi akciótervet. Ő akkor azt mondta, hogy ő 2030-ig tervez, és 2030 az a céldátum, amikor, ha az ő kormánya marad végig, akkor el tudjuk érni a 2,1-es termékenységi arányszámot, tehát ami azt jelenti, hogy egy családban legalább 2 és néhol 3 gyerek van ugye átlagosan, tehát elvileg az már az adott létszámhoz képest növekedést tudna jelenteni. De ha 2030-ra érjük el ezt a 2,1-et, ami egyébként most már így nézve az elmúlt 12 év adatait látva irreális, ezt mindjárt kifejtem, hogy miért. Tehát ha 2030-ra mégis elérnénk ezt a 2,1-et, az azt jelenti, hogy a magyarság csonkaországi lélekszáma az 6 és 7 millió között lenne. Ezzel számol Orbán Viktor, és ehhez hozzáveszem azt, hogy ez a 6 és 7 millió közötti létszám tekintetében nem mindegy, ugye a korfa, az eltartók és eltartottaknak az aránya, hiszen, hogyha csökken a gyermeklétszám, már pedig ugye csökken, akkor a nyugdíjas korúak lesznek rendkívül sokan, plusz még, hogyha a cigánykérdést is hozzávesszük ehhez, és miért ne vennénk hozzá, akkor gyakorlatilag fenntarthatatlanná fog válni a mi államháztartásunk. A korrektség kedvére el kell mondani, hogy ez a bizonyos termékenység, ami leginkább mutatja egyébként azt, hogy mekkora baj van, tehát nem az, hogy hány gyerek születik, mert az, mondom, attól is függ, hogy mennyi a szülőképes korú nő, hanem a termékenység, tehát hogy egy anya hány gyermeket hoz a világra, akkor a korrektség kedvére el kell mondani, hogy 2011 óta ez ténylegesen, folyamatosan növekszik. 2011 volt a mélypont, akkor ilyen 1,23 volt nagyjából ez a szám, most 1,55, de tavaly 1,59 volt, az volt a csúcs, tehát ismételten 10 év után újra csökkenni kezdett a termékenység is, ami azt jelenti, hogy az egy anyára eső gyermekek száma csökken, ami 10 éven keresztül folyamatosan növekedett. Ezért ez óriási probléma, és ezért kell új intézkedéseket hoznia a kormánynak ahhoz, hogyha ezt a növekvő tendenciát fent szeretné tartani. Hozzáteszem, 2030-ig az eddigi növekvéssel sem fogjuk elérni a 2,1-es termékenységi arányszámot, ezért is hoztuk be például, ha már keresztény kormányzatról és országról beszélünk, ugye az abortusz kérdését, a szívhangtörvénynek a bevezetését, amellyel például Macedóniában sikerült 30%-kal csökkenteni az abortuszoknak a számát. Erről egyébként éppen Budapesten az itt megrendezett demográfiai konferencián beszélt egy macedón parlamenti képviselő, hogy náluk ez milyen nagy szemléletváltást eredményezett, és mennyi gyermek megmenekült ennek következtében és köszönhetően. Tehát például ilyen intézkedésekkel tovább lehetne növelni a termékenységet is Magyarországon. És akkor még a cigányság vonatkozásáról 2 gondolatot engedjenek meg. Az a termékenység növekedés, vagy ennek egy része legalábbis, ami az Orbán kormány időszaka alatt bekövetkezett, az bizony valójában a cigányság körében következett be. Tehát azt nem mondja ki senki ma Magyarországon, és a KSH sem, hogy a cigány gyerekek születtek többen, de körülírják, tehát azt már lemerik írni, hogy a termékenység azoknak a körében nőtt leginkább, akik az első gyermeküket jellemzően 10 évesen hozzák világra, az anya iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb, szegény körülmények között élnek, és jellemzően Észak-Kelet-Magyarországon. Tehát cigányozni nem lehet, de azért tudjuk jól, hogy ezek körül a jellemzőkről azért megismerjük, hogy az ő körükben nőtt leginkább a termékenység. Tehát az a baby boom, amit az Orbán kormány remélt a családpolitikai intézkedésektől a középosztály körében, az azért jelentős mértékben elmaradt, és ez... Ennek az okai, meggyőződésem, abban is keresendők, hogy ez nem csak anyagi kérdés, sőt, Nyugat-Európában, sőt egész Európában, hiszen egész Európa küzd ezzel a kérdéssel, azt látjuk, hogy gyakorlatilag minél gazdagabb egy ország, annál kevesebb gyermek születik. Ugye ezt is nagyon gyakran megkapom kommentekben, hogy majd ha olyanok lesznek a bérek Magyarországon, mint Németországban, akkor majd itt is fogunk gyermekeket vállalni, és ha lesz kocsi meg lakás, akkor majd mernek a fiatalok gyermeket vállalni. Csak hogy Németországban ott megvannak a német bérek, és még kevesebb gyermek születik, sőt az életszínvonal még magasabb Japánban, még a németnél is, és ott még kevesebb gyermek születik, mint a németeknél, tehát ez elsődlegesen kulturális probléma, hogy mi mennyire tekintjük az anyaságot, a családalapítást, a gyermekvállalást életcélnak, mennyire lebeg az LMBTQ lobby által átmosott agyú fiatalok szeme előtt célként az, hogy ők gyermekeket vállaljanak, illetve mennyire vannak tisztában az egészségügyi, biológiai adottságaikkal, mert erről is beszélni kell, hogy miközben 100 000 sem éri el évente a megszületett gyermekeknek a száma, nagyjából 200 000 vesznek igénybe különböző meddőségi kezeléseket Magyarországon. Ennek például az egyik oka az édesanyja életkora, hiszen hogyha 30 évesen kezdjük el a gyermekvállalást, ami sajnos Magyarországon a jellemző, akkor már egészségügyi problémákba fognak ütközni, pláne hogyha nagy családot tervez valaki, ami nyilván nem megy egyik évről a másikra. Én azt morális kérdésnek tekintem, hogy itt ezen a beszélgetésen bővebben fejtsük ki egy kicsit az abortusznak a témáját. Én erre szeretnék kérni, hogy kanyarodjunk rá vissza. Már csak azért is, mert hazánkban, tehát felsoroltuk, hogy Dóri felsorolt, hogy milyen problémák vannak, amik miatt nem születnek meg a gyerekek, illetve nem fogannak meg. De hát mi akkora társadalmunk, akkora ökör, hogy még a megfogant magzatokat is képesek vagyunk megölni. Minden negyedik, de lehet, hogy minden ötödik, ezt most kicsit pontatlanul mondom, Magyarországon a vezető halálok az továbbra is az abortusz. Ez a családon belüli erőszak legelterjedtebb formája. Egyedül a Mi Hazánk van amellett, hogy a jelenleg hatályos abortusz törvényeket szigorítsák. Az is egy érdekes aspektus, hogy Orbán Viktor kormánya és Gyurcsány Ferenc kormánya között semmilyen különbség nincsen ebben a kérdésben. Mikor lehet bármilyen változást eszközölni? Elég nagy nyomást igyekeztünk helyezni a kormányra, és egyébként voltak olyan KDNP-s politikusok, akikben volt nyitottság, és maguk is például egy bizottsági vitában megszavazták ezt a bizonyos szívhangtörvényt, tehát itt valami fajta kiállás történt, vagy történik a kormány bizonyos politikusai részéről, de valóban megint azt mondhatjuk, hogy eltelt 12 év, van egy kétharmados felhatalmazású kormány, és igen, hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mi Magyarországon a vezető halál ok, akkor biztos azt mondaná mindenki, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy a rák, vagy ehhez hasonló, de nem, az abortusz. És igen, mi egy olyan társadalomban élünk, ahol minden ötödik megfogant magyar gyermek abortusz áldozata. Minden ötödik megfogant magyar gyermek el sem juthat odáig, hogy megszülessen, hogy egyáltalán esélyt kapjon az életre. És brutális e tekintetben is a liberális nyomás. Tehát most a Telexen cikksorozat van arról, hogy miért is helyes és jó, hogyha a nők önrendelkezéséként engedélyezzük ezt az elképesztő liberális abortusz törvényt. Holott a szívhangtörvény, én úgy gondolom, hogy az lenne a valódi tájékoztatás egy nő számára, hogy tudja, hogy mi zajlik benne, hogy miről szól valójában az ő döntése, és tudjuk csökkenteni az abortuszoknak a számát ezáltal. A mi 10 milliós Magyarországunkon 25 000 abortuszt végeznek el évente, Lengyelországban, ami szintén hasonló gazdasági, hasonló történelmi hagyományokkal rendelkezik, viszonylag közel is van, ott évente 1000, mert egészen más a társadalomnak a hozzáállása, a gondolkodása, egy jóval vallásosabb társadalomról beszélünk a lengyelek esetében, mint a magyarok esetében, és még sincsen több öngyilkosság, még sincsen több vállás, még sincsen több nehézsége a nőknek vagy az anyáknak azért, mert nem abortálják a magzataikat. Ugye keresztény politikusként, keresztény emberként nyilván azt nem nagyon kell magyaráznom, hogy az élet a fogantatás pillanatában jön létre. És ez az az egészben a legszörnyűbb, hogy ez egy biológiai tény. Tehát utána nem jön létre új minőség. A két sejt egyesülésével létrejön egy új minőség, amit úgy nevezünk, hogy élet. Az onnantól kezdve már csak fejlődik. Fejlődik az anyamében 9 hónapon keresztül, majd megszületik, és tovább fejlődik itt a mi világunkban. És teljesen mindegy, hogy ez az élet tud beszélni, vagy nem tud beszélni. Teljesen mindegy, hogy tud járni, vagy nem tud járni. Hogy meg tudjuk-e fogni, vagy csak az édesanyja hasán keresztül tudjuk megérinteni. Neki ugyanannyi méltóság jár. Ugyanannyi méltóság jár. És ha vannak történelmi bűnei, és van nagyon sok történelmi bűne Kádár Jánosnak, de az, hogy ezt a társadalom nem így gondolja ma Magyarországon, az az egyik legnagyobb bűne a kommunizmusnak. Az egyik legnagyobb bűne. Ez számomra döbbenetes, hogy el tudják hitetni emberekkel, hogy ott a, nem tudom, a 10. vagy a 12. héten valami olyan dolog történik azzal a magzatgyermekkel, amitől ő majd más minőségű lesz. Nem történik semmi. Létrejön az élete a fogantatástól, és onnantól kezdve fejlődik. Pont. És az, hogy ezt kimondja valaki, vagy a közéletben képviselje valaki, ez csak a Mi Hazánk az, aki fel tudja mutatni, ez szintén döbbenetes. Hát ez egy normális gondolkodás. És elolvasgattam a Telexen ezeket a cikkeket, ahol konkrét eseteket írnak le, hogy ki, melyik édesanyja miért döntött úgy, hogy abortálja a magzatát, és én mindegyikkel kapcsolatban úgy éreztem, hogy abszolút megoldható problémák voltak azok, amik miatt ők úgy döntöttek, hogy az abortuszt választják. És ez annyira fájdalmas, és annyira szörnyű ezt megélni, hogy egy nő úgy érzi, egy viszonylag hétköznapi, vagy érzelmi problémájával, vagy anyagi természetű problémával, vagy logisztikai természetű probléma miatt, hogy ő a saját gyermeke életét kioltja. Ez döbbenetes, hogy mi ezt a társadalomban normának tekintjük, hogyha ő úgy gondolja, hogy neki nehézség a gyermek, akkor ő kiolthatja az életét. Mi most szoktatjuk le a pelenkáról a legkisebb gyermekünket, tehát én is sokszor érzem úgy mostanában, hogy ez nem kellemes élményeim vannak, de hát eszembe nem jutna, hogy akkor iktatom a gyereket az életből, mert nekem kellemetlen, hogy ő nem tud egyik napról a másikra leszokni a pelenkáról. Szóval ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a szemléletet, ezt meg kellene változtatni. Tudom, hogy nagyon érzékeny kérdés, és tudom azt is, hogy nem szabad senkire olyan terheket tenni, amelyeket nem bír el, de azért mégis a másik ember életének a tiszteletben tartása az egy olyan alapvetés, amit például a halálbüntetéssel szemben meg nagyon sokszor érvként hozzák fel. A mi javaslatunk, a szívhangtörvény az arról szól, hogy kapjon 10 másodpercet egy magzatgyermek, hogy abban a 10 másodpercben az ő édesanyja hallja meg az ő hangját. Ő nem tud még beszélni, nem tudja máshogy kifejezni azt, hogy ő él, hogy ő létezik, és hogy ő érez, csak azzal, hogyha a szívhangját, a kis szívdobogását meghallgatja az édesanyja, és ezt követően döntsön az ő sorsáról. Hát az utolsó szó jogán a legbrutálisabb bűnözőknek is van lehetősége, hogy a bíróságon kifejtsék a védelmükben a saját véleményüket, akkor nehogy már a legártatlanabb magzatgyermekeknek ne adjuk meg a lehetőséget arra, hogy 10 másodpercig hadd hallja meg az ő hangjukat a saját édesanyjuk, aki éppen az ő életükről dönt. Hát nagyon fontos, hogy ez a szemléletváltás ezzel a szívhang törvénnyel elinduljon Magyarországon, és aztán lépésről lépésre tudunk tovább haladni, mert egy keresztény ország, egy keresztény állam, ha ténylegesen komolyan gondolja ezt az örökséget, akkor nem bánhat így a saját maga gyermekeivel. Megígérem, hogy... Megígérem, hogy utoljára hozom ide a miniszterelnököt, de az irreális terhek vállalásáról csak annyit, hogy hát gyermekvállással összefüggésben, hogy hát erős bárány azért bírja a bundáját. Szerintem ez egy nagyon fontos alapvetés. Azon is érdemes lenne elgondolkozni, mint ahogy mondtad, azzal szoktak érvelni, hogy a nőknek joguk van eldönteni, hogy mit kezdenek a saját testükkel. De hát a magzatok között is akadhatnak nők. Ez akkor véletlenül azért nekik is joguk van eldönteni. 12 héttől, hét után, vagy 12 hét az, amíg még lehet abortálni. Nekem ez kicsit olyan, hogy a 4×9=36, nekem kicsit olyan, mint hogyha megpörgették volna a rulettkereket, és megállt a golyó a 12-ben. Miért pont a 12-dik? Miért nem a 4-dik, vagy miért nem a 28-dik? Ki az, és milyen szakmai kutatások állnak a mögött, hogy pont a 12. hét? Ráadásul, és akkor ez most már egy... félig meddig elvontabb zárójel, azon is nagyon fontos lenne elgondolkodni, hogy a mi időszámításunk, az ember által alkotott időszámítás, az totálisan relatív a kereszténység tanítása szerint. Jó Isten előtt 1 perc is lehet, 1 óra is lehet, egy általunk gondolt egyetlen 1 másodperc, tehát teljesen agyrém ez a dolog. Amiről viszont még nagyon fontos lenne értekezni, az a kormánynak a család támogató vagy családbarát intézkedései, a konkrétumokra gondolok, mi a véleményed a családi otthonteremtési kedvezményekről, vagy különböző lakhatási támogatásokról, elérik-e ezeket a céljukat? Ugye az volt az ígéretetek, miatt a parlamentbe jutottatok, hogy azokat, amik jó javaslatok, azokat azért támogatni fogja majd a Mi Hazánk. Hol lenne szükség erősítésre? Hogyha van olyan kormányzati kezdeményezés, ami akár egyetlen családnak is pozitív, azt mi nagyon jó szívvel fogjuk megszavazni. Én eddig is így tettem, ezután is. Nekünk ez nem presztízs kérdés, mi nem azt nézzük, hogy most a kormánynak hozza politikai hasznot, hanem azt nézzük, hogy a magyar családokat segíti, vagy nem segíti. És a lakhatás az egy kulcskérdés Magyarországon. Én magam is most lettem figyelmes erre, hogy ez mekkora probléma, amikor a Magyar Nemzeti Bank kiadta a legfrissebb elemzését családpolitika témában is, és ők világítottak rá például arra a tényre, hogy Magyarországon a 25 és 35 év közötti fiataloknak a 41%-a a szüleivel él. Tehát majdhogy nem a fele nem költözik el ebben az időszakban még a szülőktől, és úgy azért nehéz az életet elkezdeni. Az, hogy a csokot bevezették, az is természetesen pozitív, bár ezzel kapcsolatban nagyon sok kritikánk volt és van. Egyrészt rengeteg adminisztrációs teher, ami például így lesz a rezsicsökkentés nagycsaládosoknak járó kedvezményével is, tehát az döbbenetes, hogy egy nagy családosnak most ki kell turkálnia a gázszerződését, és azzal kell besétálnia egy kormányhivatalhoz, tehát ahol majd végig kell állni a brutális sorokat, mert nyilván, hogy irgalmatlan sorok lesznek ezt követően. Tehát ez az embereknek a szivatása, egyébként a csokkal kapcsolatban is ez megy, de zárójelbe zárva, és hát beépültek leginkább a lakásárakba, tehát ez a legnagyobb probléma, hogy benyelte a piac, tehát ez sokkal inkább volt az építőiparnak járó támogatás, sem mint a családokat ténylegesen segítő támogatás, de hát örüljünk neki, hogyha bárki is emiatt el tudta kezdeni az életét. Ezért lenne jó egy bérlakásépítési program például, amely kis költséggel gyorsan tudná önálló fészekhez juttatni a fiatalokat. Erre voltak példák, vannak nemzetközi példák is, Magyarországon is voltak korábban ilyenek, önkormányzatoknál remekül működtek, és ezzel talán csökkenteni lehetne azt. Egyébként az Európai Uniós összehasonlításban is rendkívül magas, tehát csak a Mama Hotelben élő dél-európaiaknál tapasztalható ugyanez az arány, mint nálunk, hogy nem tudják egész egyszerűen saját ingatlanban, vagy bármilyen saját otthonban elkezdeni az életüket a fiatalok. Tehát ez egy kulcskérdés a demográfia szempontjából is, hogy sikerüljön önálló lakáshoz juttatni a fiataljainkat, de hát ilyen árak mellett már az albérletárak is olyan magasak, hogy nemhogy saját tulajdonú lakásról vagy házról nem tudnak álmodni, de nagyon sokaknak az albérlet kifizetése is nehézséget jelent. Az egyik képviselőjelöltünk említette nekem például a kampányban, hogy az ő lánya pedagógus Budapesten, és ha kifizeti az albérleti díját és a rezsit, akkor 10 000 forintja marad. Írd és mond, 10 000 forintja marad arra, hogy minden másból éljen. Tehát gyakorlatilag a diplomás pedagógusként dolgozó lányát ő tartja el, meg a szülei tartják még el. Tehát ilyen körülmények között azért nehéz acélos jövőképet mutatni a fiataloknak. És azért is hoztam fel ezt a pedagógusos példát, mert egyébként Magyarországon a pedagógusoknak a 3/4 nő, tehát hogyha szeretnénk a nőket segíteni, akkor az állam, mint munkáltató is, ugye az egészségügyben és a szociális szférában szintén hasonló arányokkal találkozhatunk, tehát az állam, mint munkáltató is tehetne azért, hogy sikerüljön jobb helyzetbe juttatni Magyarországon a hölgyeket, és akkor talán előbb tudnának édesanyává is válni. Szóba hoztad a rezsicsökkentés csökkentését, és ezért sajnos a mi időnk az nem relatív, hanem hát éppen most lejárt, de ettől függetlenül azért térjünk már ki arra, hogyha lehet, hogy a rezsicsökkentés csökkentése és a megszorítások ellen milyen eszközei vannak a Mi Hazánk Mozgalomnak. Hétfőtől indul egy tüntetés sorozatunk, minden megyeszékhelyen tüntetni fogunk a jövő hét folyamán, illetve lesznek még különböző helyszínek Pest megyében is, ahol szintén tüntetéseket szervezünk. Az országgyűlésben is szóvá tettük természetesen azt, hogy nem erről volt szó. Tehát Orbán Viktor maga mondta azt, hogy megvédjük a rezsicsökkentést. Németh Szilárd egész pontosan úgy fogalmazott még júniusban is, hogy a háztartási rezsicsökkentés maradni fog, és akkor már volt háború, akkor már volt infláció, akkor már volt energiaválság, már minden volt júniusban, minden körülmény ismert volt a kormány számára is, mégis azt mondták, hogy maradni fog a háztartási rezsicsökkentés. Most látjuk, hogy ebből, ami egyébként politikailag is a kormánynak az egyik zászlós hajója volt, hiszen az egyik választást azért gyakorlatilag ezzel az üzenettel nyerték meg, ebből is kénytelenek visszakozni, és az a fajta osztogatás, amit a választás előtt bemutattak, ugye mindenkinek éppen a választás előtt sikerült vagy fegyverpénzt, vagy fizetésemelést, vagy 13. havi nyugdíjat küldeni, az most, ez a fagyi most visszanyal, és nem tudják tartani azokat az ígéreteket, amiket a választás előtt megtettek. Tehát nagyon sok honfitársunk érezheti most becsapva magát, és ez megint egy olyan intézkedés, ami családellenes. Tehát a családi házban élőket bünteti leginkább ez a fajta rezsicsökkentés, vagy rezsimegszorítás, hiszen fajlagosan ugye egy családi házat nyilván többe kerül mondjuk befűteni, mint egy társasházat vagy panelházat, és igazságtalan is, hogy az átlagfogyasztást veszi figyelembe. Tehát az átlagfogyasztás, az fölött fogyasztók, azok nem feltétlenül pazarlók, hanem például sokan vannak. És hogyha nem egy nagy család, hanem mondjuk 2 szülő, 2 gyermek és 1 nagyszülő, ők ugyanúgy egy 5 fős háztartás, nem jár nekik a nagycsaládos kedvezmény, mert nincs 3 gyermek, de ugyanúgy elhasználják azt a mennyiségű gázt vagy áramot, amit mondjuk egy ugyanúgy 5 fős nagycsalád elhasznál, és az a röhelyes, hogyha ez az 5 ember külön háztartásokban élne, tehát mind az 5-en egy kis háztartásban élnének, ami összességében gazdasági szempontból sokkal pazarlóbb lenne, akkor nem kellene pluszt fizetniük, most viszont, hogy együtt élnek, takarékosabban élnek, most kell pluszt fizetniük, tehát számos ilyen visszássága van ennek az intézkedésnek, ami kifejezetten családellenes, mert még egyszer mondom, nem az egyedülálló kisfogyasztású fogyasztók lesznek azok, akik majd többet kell, hogy fizessenek, hanem kifejezetten a családok, vagy azok a szegényebb emberek, akiknek nincs szigetelve a házuk, régi a nyílászárójuk, ilyen tipikus Kádár kockákban élnek, na ott aztán nagyon nagy nehézségek elé néznek ezek a családok, vagy akár egyedülálló idősek, akik ilyen házakban laknak, nem egy ilyenről tudok én is, akinek meghalt a házastársa, jellemzően a férje, és nem költözött el nyilvánvalóan 70 évesen új házba, vagy új lakásba egy idős hölgy, hanem ott maradt a családi házukban, és most ő az egy szem nyugdíjából lesz kénytelen ennek a őrületesen magas számláit kifizetni. Tehát ez kifejezetten magyar ellenes intézkedés. Azért is mondom, hogy magyar ellenes, mert miközben a rezsi védelemre egész évre betervezett költség a költségvetésben 670 milliárd forint, addig az Audi, a Mercedes és a különböző kereskedelmi láncok 550-et kivisznek Magyarországról. Tehát nagyságrendileg annyi a multiknak a pénzszivattyúja Magyarországról, mint amennyi pénzt a kormány egész évre a költségvetésben rezsivédelem címszó alatt betervezett, tehát ezért is nagyon álságos a kormány politikája. És még egy nagyon fontos dologra szeretnék rávilágítani. Orbán Viktor közzétette ezt a bizonyos 10 pontos tervet, hogy hogyan tudjuk ugye a globális recesszió idején lokális kivétellé tenni Magyarországot, csak éppen a lokalitás és az önrendelkezés az nem jelenik meg benne. Tehát ha Magyarországnak van kitörési lehetősége, és van arra lehetősége, hogy minél inkább függetlenítse magát a világpolitika eseményeitől, akkor az éppen az lenne, hogy a helyben megtermelt élelmiszert helyben dolgozzuk fel, és ezzel ellátjuk jó minőségű, biztos helyről származó élelmiszerrel, ellátjuk a magyar lakosságot, sőt szakértők szerint még ugye exportra is tudnánk termelni. De ez a szempont, ez nem jelenik meg Orbán Viktor 10 pontjában. Tehát sem az önrendelkezés, sem a mezőgazdaság, sem az ennek a felkarolása nincs ott, hanem mi van ott? Növelni kell a külföldi tőke szerepvállalását Magyarországon. Tehát a további pénzszivattyú fog erősödni, viszik majd ki a 100 milliárdokat innen a multik, miközben mi esszük a különböző Nyugat-Európából, meg ki tudja honnan ideérkező szemét, élelmiszert és különböző termékeket, mert nincs olyan nap, hogy ne láthatnánk olyan híreket, hogy ez a cég vagy az a cég visszahívja ezt vagy azt a termékét, mert valami káros anyagot találtak benne. Tehát ha valami érdemi változás lenne a gazdaságunkban, akkor ez lehetne az, hogy ahelyett, hogy Nyugat-Európa szemétlerakója vagyunk, ehelyett a magyar földön helyben megtermelt magyar élelmiszert itt helyben feldolgozzuk, ahogyan ez egyébként ponti társadalmon történik is, és ezzel látjuk el a magyar lakosságot. Na ez önrendelkezés lenne, és ez lokális kivétellé tenné Magyarországot, és az élelmiszer biztonságunkat, ami szintén egyébként ne legyen kétségünk, hogy nem csak energiavészhelyzet lesz a közeljövőben, hanem élelmiszervészhelyzet is, ez biztosítani tudná a túlélésünket és a megmaradásunkat.